Lehult a lepel 2008-ban a kormányzati negyed terveiről, de minden maradt a régiben. Most is így néz ki a nyugati pályaudvar mögötti terület, itt építette volna meg 100 milliárd forintos költségen a kormányzati negyedet a Gyurcsány kormány, de végül ők maguk álltak el ettől. Az akkor ellenzékben lévő Fidesz szerint ezt a 100 milliárdot másra kellett volna költeni. A magyar emberek azért fizetnek vízidíjat, kórházi napi díjat és tandíjat, hogy az új arisztokrácia kormánya új irodákba költözhessen. Nem 100, hanem 215 milliárd forintba kerül majd a nyugati pályaudvar mögötti terület felújítása, ha az Orbán kormány terve valóra válik. Ezek szerint 5 kulturális célra használható épületet terveznek ide, a vasúti sineket befedik, fölöttük park lesz és a Podmanicki utcában csónakázó tó is. A pénzből felújítják a pályaudvar vasúti berendezéseit is. Egyelőre egyetlen látványterv került nyilvánosságra, a HVG szerezte meg ezt a képet, amelyen az látszik, hogyan fut majd a vágányok fölött a park, csak ez 60 milliárd forintba kerülne. A beruházást a Levegő munkacsoport kezdeményezte, a környezetvédő szervezet szerint ugyanis Budapesten nincs máshol olyan terület, ahol ekkora új zöld felületet lehetne kialakítani. A belvárosi részen én nem látok ilyen területet, tehát szinte minden beépült. Számításaik szerint évente 10 milliárd forinttal csökkenhetnek az egészségügyi kiadások a parknak köszönhetően, míg az ingatlanárak növekedése a környéken elérheti a 400 milliárd forintot. Az együtt viszont másra költené a pénzt. Megtanulhattuk, hogy arra van pénz, amire Orbán Viktor és egy klik szeretné, hogy legyen, de közben az egészségügyet, az oktatást pedig alul finanszírozzák. Szigetvári szerint a nyugati mögötti terület parkosításán kívül így jut 150 milliárd forint a Városligetbe tervezett múzeumi negyedre, 100 milliárd az új Puskás stadion, a vár 100 milliárdos felújítására és az úszó VB 50 milliárdos költségére is, ez összesen 615 milliárd. A kiszivárgott elképzelések szerint a mögöttem látható Ferdinánd híd sem marad a helyén, helyette aluljáró vezet majd át a sínek alatt. Hogy mindenből mi az igaz és mik a beruházás részletei, azzal kapcsolatban szerettük volna megkérdezni a kormányt is, de azt mondták, a húsvét miatt nem tudnak válaszolni, legfeljebb majd kedden. Kéri Barnabás, RTL Híradó, Budapest.